Minden télen figyelmeztetnek a szakemberek a jégrelépés szabályaira, nem véletlenül. Ezek figyelmen kívül hagyása ugyanis komoly bajhoz vezethet. Bár jelenleg nem jellemző a jég térségünk vizeire, a későbbiekre való tekintettel nem árt tisztában lenni vele, mikor és hogyan szabad a jégre merészkedni. Még január végén tartottak jégrőlmentési gyakorlatot a Bújtosi tavon, akkor még páncél borította a tó felszínét, az elmúlt napok enyhe időjárása következtében azonban elolvadt a jég. A télnek azonban még nincs vége, és a hét második felében is visszatérnek a mínuszok, ha csak éjjelente is. Bár vastag jégtakaróra nincs esély, nem árt tisztában lenni a jégrelépés ismert és kevésbé ismert szabályaival, amelyek betartása akár életet is menthet. Erről hangzottak el hasznos információk a gyakorlaton, amelyet a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság éves kiképzési terve részeként minden évben megrendeznek az egyenruhások elméleti oktatásának folytatásaként. Ez egy bonyolultabb képzési rendszer, amely a tűzoltóink, hogyha nincs riasztás, akkor bent a laktanyában elméleti és gyakorlati foglalkozásunkon vesznek részt, amelyeket meghatározunk számukra. Egy elméleti képzésben a jégrőmentés szabályait találjuk meg, oktatjuk le, milyen eszközökkel, a hőmérsékleti tényezőket figyelembe véve, saját eszközeinkkel, mire vagyunk képesek, a tűzoltás vezetőnek a feladatait, és a kelet-magyarországi speciális mentők búváraival, illetve a saját búvárainkkal pedig végrehajtjuk most. A jégrőlmentés tudására pedig szükségük van a tűzoltóknak, idén is volt már olyan eset, amikor hasznosítaniuk kellett. Az elmúlt években ez nem jellemző. A folyóvizekben sem jellemző, hála Istennek, ahol közvetlenül be kell avatkoznunk, de itt, ami közel van a város területén, ugye rengeteg vizes tovas rész van, ahol beavatkozásra kerülhet sor. Sajnos már volt egy beavatkozásunk ebben az évben is, amely szerencsés véget ért. A mentőegység tagjainak a szaktudás mellett éles helyzetben az adrenalin is sokat segít a hatékony mentésben. A januári gyakorlaton egyébként mintegy 30-an vettek részt, a 21 nyíregyházi hivatásoson kívül önkéntes tűzoltók, valamint a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület tagjai. A témáról tovább beszélgetünk vendégemmel a 35 perc stúdiójában. Köszöntöm Vincellia Tibort, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület vezetőjét. Üdvözlöm, aki egyébként önkéntes tűzoltó is. No hát maradjunk akkor ennél a témánál, a jégrelépés szabályainál, vagyis hogy ugye, nem tudom, ezek leírt szabályok? Tehát, hogy... Persze, tehát vannak leírt szabályok. Például, ami főben járó bűnnek minősül, és ezt nagyon-nagyon keményen büntetik, a folyóvizeknek a jegére tilos rálépni. Tehát oda ezekre a felületekre, jégfelületekre nem is adnak ki engedélyt arra, hogy ezen lehessen akár bármilyen sportot űzni. Tehát szabadvizek jegén meg van határozva az, hogy mikor és hogyan lehet tartózkodni, milyen felügyelet mellett, ezek le vannak írva természetesen. Milyen időpontra, tehát nyilván ez nem a tél hivatalos kezdete, vagy a tél hivatalos zárási dátumai között érvényes, van erre valami? Vagy pont így van meghatározva? Nem, ez mindig a jégvastagságtól, tehát azért nem ez az első ilyen telünk, hogy alig van jég akár a Bújtosi tavon, hanem volt már számos olyan, amikor a jégrőlmentési gyakorlatot sem tudtuk megtartani a tűzoltósággal közösen, hiszen nem volt jég. Tehát ez mindig az adott jégvastagságra, jégfelületre és jégminőségre vonatkozik. És akkor ezt mindig aktualizálni kell? Persze, természetesen ezt mindig mérni kell, folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és akkor ezt gyakorlatilag kijelölik ezeket a helyeket, ahol korcsolyázni lehet, ami biztonságos. Ugyanis egy tóvizén, lehet egy tó jégfelületén pontosabban, lehetnek olyan helyek, ahol hőforrás van, forrás, más egyéb jelenség, ami gyengíti a jeget. Tehát nem minden jég alkalmas arra, hogy korcsolyázunk, még hogyha megfelelően vastag is. Ahogy most mi beszélgetünk, ugye itt Nyíregyházán erről a témáról, ugye mindenkinek a Bújtosi tó az első szerintem, ami az eszébe jut. A Bújtosi tóval kapcsolatban mit lehet elmondani például, tehát önök oda milyen gyakran kellett az elmúlt években, hogy menjenek jégről menteni?
Hál' Istennek nem. Tehát mi azért nagyon ritkán megyünk, mindannyian önkéntesek vagyunk, mindenkinek van főállású munkahelye, tehát mire mi adott esetben oda el tudnánk jutni, addigra már régen megfullad az illető. Tehát ezért a legfontosabb az, hogy a tűzoltóság szakemberei legyenek megfelelően kiképezve, és jelen tudnak lenni ugye néhány percen belül egy ilyen jégbeszakadásnál. Ahol mi részt tudunk venni, azok egyéb sportrendezvények, ahol a biztosítást elvégezzük, a megfelelő pálya kijelölését, a jégvastagságmérést, és egyfajta felügyeletet látunk el. Milyen kilométeres, vagy hány kilométeres, hány tíz kilométeres körzetben vannak már olyan helyek, ahol még szintén érdemes azért figyelembe venni azt, hogy tényleg nem lehet akármikor rámenni a jégre? Rengeteg tó van, tehát bárhol. Tehát ezt nem lehet így meghatározni, hogy mikor, merre kell odafigyelni. Ezt mindig az adott jégfelszínt kell megvizsgálni. Teljesen más a jégfelszíne mondjuk a bújtosító egyik részének, mint a másik részének, vagy akár a sóstóitónak. De ugye kedvenc kirándulóhely a Tarcali bányató. Ott például mindig többszörös a jégvastagság, mint ami itt van. Egy zártabb hely, éppen most voltunk jég alá merülni az egyik jégrőmentési gyakorlat után. Addig, amíg itt 5 cm volt a jég, ott 15 cm. Tehát, hogy csak teljesen más viszonyokat kell ott is figyelembe venni, amire külön oda kell figyelni. Minden évben vannak ilyen gyakorlatok? Igyekszünk minden évben, igen. Hát ez a jégtől függően. Mi legyen a teendő, amikor valaki akár szemtanúként lát egy ilyen esetet, mert aki ugye bajba kerül már, ő ott nem biztos, hogy tud értesíteni márkét. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ebben az évben mi is kipróbáltuk azt, hogy rendes utcai ruhában beleszakadtunk a jégbe, itt a bújtosítóba, és hogy körülbelül mi az, amit úgy elvisel az ember, hogy egy utcai ruha is valamennyire hőszigetel. Ezek az új kabátok, modern kabátok is szigetelnek, és hogy mi az, ami már kellemetlen. 2 percet én azt mondom, hogy egész jól ki lehetett bírni a vízben eltöltve, természetesen biztosítva, tehát úgy voltunk bent a vízben, hogy mindenféleképpen odafigyeltünk arra, hogy semmiféle baleset ne történjen. De ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy mi ebben az esetben tudtuk azt, hogy bármikor jön a segítség, és bármikor ott van. Tehát a legnagyobb probléma az egy ilyen esetben, hogy a pszichés teher, hogy van segítség, vagy nincs segítség. Meg tudja oldani egyedül, vagy nem tudja megoldani. Leér a lába, nem ér le a lába. Mi van esetleg a kezében? Voltam én már vizitúrázni is úgy, hogy a fényképezőgép és az egyéb elektronikus kütyű fontosabb volt, mint az, hogy az evezőt megtartsa, amikor beleborultunk a vízbe a Tiszába. Tehát, hogy az ember most arra figyel, vagy pedig a saját testi épségére figyel, és arra, hogy onnan kimeneküljön. A segítség az mindig nagyon fontos. Ha már csak valaki segítséget tud hívni, fel tudja hívni a 112-t, az már ugye egy nagyon-nagyon fontos, mert nem biztos, hogy ő fel fogja tudni hívni. Gyakorlatilag nekem is néhány perc alatt, körülbelül 2 perc alatt ledermett annyira az ujjam, hogy már fogni alig tudtam. Ami a másik legfontosabb az, hogy azzal tudunk ilyen esetben segíteni, hogyha tudjuk nyugtatni, hogy ne mozogjon, ne vergődjön a vízben, hiszen akkor azt a meleget, amit a ruha biztosít még valamilyen szinten, azt is elhajtjuk a testünktől azzal, hogy rukkapálunk. Ha nem sikerül kifeküdni a jég felszínére, ezt egy hirtelen mozdulattal, egy úszó mozdulattal, akár mint hogyha az úszó medencében a medence szélén megpróbálunk kijönni, ezzel lehet itt is. Úgy, hogy ha lehet, akkor a könyökünkre támaszkodjunk, hiszen a kezünk csúszni fog, ha nincs rajtunk kesztyű. Ez az egyik legfontosabb, hogy próbáljunk nyugodtak maradni, higgadtak maradni, segítséget hívni, és hogyha tudunk, akkor próbáljunk segíteni valamilyen eszközzel, akár egy vontatókötél, egy ruhadarab, egy hosszú sál, és mindenféleképpen a felületet megnövelve. És ugye itt a külső segítségnyújtás, vagy a segítség meghívása, ugye nem csak akkor fontos, hogyha embert látunk veszélyben, hanem ha állatot akkor is. Igen. Itt ugye az állattartóknak nagyon-nagyon fontos szerepe van.
bekövetkezhetettől függetlenül baleset. Tehát szakadhat be úgy a jég, hogy nem tudjuk. Mindenhol elszaladgál a kis kutyus a jégen, de van egy olyan pontja a tónak, ugyanúgy, mint ahogy az ember alatt is be tud szakadni bárhol, hogy a kutya is beszakadhat. Sajnos ilyen esetben is volt már részünk. Nagyon szomorú, mert ugye a kis kutya az tud úszni, és amikor becsúszik a jég alá, akkor nem marad ott. Ő nem próbál ott kijönni, hanem megpróbál úszni. Tehát általában ilyenkor már nem lehet rajta segíteni, csak a tetemet keressük. Akkor itt a jégre lépés szabályainál mire hívjuk fel a beszélgetés végén a figyelmet? Nem tudom, hogy például internetes oldal foglalkozik-e ezzel, hogy vannak-e frissítve az adatok, hogy hová érdemes menni, hová szabad menni, hová nem szabad menni. Általában egyébként a sportolásra alkalmas jegekről beszélünk, mert a jégre rálépni, tehát az, hogy vannak ilyen számok, hogy mi az, ahová, amilyen jégvastagságra már rá lehet menni, ezek csak iránymutatóak. A sportolásra alkalmas jég az a körülbelül 12 cm vastag jég. Ez az, ami már kiválóan alkalmas arra, és hogyha kicsit gyengébb szerkezetű a jég, akkor is még meg fog tartani egy embert, illetve egy csoportot. Azért sose felejtsük el, hogy sportolni általában nem egyedül szoktak az emberek, tehát itt ezt úgy kell kijelölni, és úgy kell ezt vizsgálni, hogy mindig egy csoport, illetve egy nagyon vékony felületen, egy korcsolya élén fognak csúszkálni az emberek. Na most ezek általában az országos médiában is benne vannak, hogy mikor lehet már jégre menni, tehát ezt fontos figyelembe venni, illetve hogyha a helyi önkormányzat jelöl ki korcsolyapályát, akkor pedig nála lehet érdeklődni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.